Minden gyereknek joga van ahhoz, hogy családban nőjön fel. Igénye, hogy szeretettel vegyék körül, és alapvető létfeltétele, hogy valaki úgy igazán gondoskodjon róla. A gyermekvédelemnek az a célja, hogy ez akkor is megvalósulhasson, hogyha a szülők ezt nem akarják, vagy nem tudják biztosítani. Egy különleges útra invitáljuk ebben a műsorban önöket. Olyan családoknál jártunk, ahol a nevelők szülők töltik be az édesanyja és az édesapa szerepét. Első útunk Csetényben vezet a Pucsek családhoz. Egy családba kell az odafigyelés, a szeretet, hogy mindenki odafigyel a másikra. Nagyon jó, meg szerető család, és az jó, hogy így mindent meg tudunk beszélni együtt. Ölelés, puszi, szia! 38 éve vagyunk házasok a férjemmel, és sajnos nem lett saját gyermekünk. És hát nagyon szerettük, mert egyébként nagyon szerettük a gyerekeket, az utca összes gyereke hozzánk járt, hogy nagyon szerettük őket, és akkor először örökbefogadók lettünk, tehát örökbefogadó szülők lettünk, és akkor nagyon-nagyon élveztük, és Lala, a nagyfiunk, aki most már 20 éves, tehát már elég régóta, 18 éve volt ez a történt, és akkor ő azt szeretett volna, hogy legyenek tesók. De hát azért az örökbefogadás, már akkor sem voltunk fiatalok, tehát nem olyan könnyen lehet örökbefogadni, tehát sokat kell várni, most már 4-5 éveket kellett várni, hát őre is, mi is 2,5 évet vártunk. Még akkor, na most azóta már sokkal többet kell várni erre. És akkor döntöttük, mondták mások is, hogy hát miért nem, mert itt a faluban is van más nevelőszülés, hogy hát miért nem próbálkozunk, hogy legyünk akkor nevelőszülők, és esetleg, ha akkor akarunk, még akkor is lehet örökbefogadni, vagy hát eleve az is egy nagyon szép dolog. 2008. december 23-án karácsonyi ajándék volt. Hány évesek voltak ők akkor? Hát Christopher volt 15-16 hónapos, ő volt a legkisebb. Attila 2,5 éves, a Krisztina meg 6 éves. Akkor még volt a csecsem otthon Fehérváron, ott a Kikindai úton, onnan hoztuk őket el, és hát szó szerint semmi nélkül. Előtte ezért fölkészült az ember, vettem mindenféle ruhákat, ugye jártam hozzájuk ilyen ismerkedésre, de hát azért ugye, mondom, a ruhák azok már voltak, de az öccipőre ugye az ember, hát mondom, azt majd kell tudnom, hogy mekkora a lábuk. És akkor elmentem, és rögtön itt a szomszéd faluba megcsúsztam a jégen, összetörtem az autót, hogy hál' Istennek, a jó Isten megsegített, nekem semmi bajom nem lett, de az autót lapítjára törött, így fejláttam, tehát így megfordultam a jeges úton. Tehát azért mondom, hogy nagyon kalandos volt, de azért hál' Istennek ajándékok voltak a gyerekeknek, hogy utána azt sem tudom, hogy mi történt, azt kértem itt a szomszédoktól cipőket, ahol kisgyerekek voltak, mert hát nem tudtam bemenni, mert már odafele történt a baleset, hogy nem, aztán így nem lett cipő, de hát aztán mégis megoldottuk. Nagyon nehezen nyíltak meg. Aztán, de hát azért az, hogy látták, hogy szeretjük őket, és akkor utána, hát most már itt vannak, most már nem is tudom hány év, 2008 karácsonya volt, akkor most meg már 2021 van, hogy azért 13 éve. Mesélj egy kicsit Angéláról, az anyukádról. Milyen ő? Ő nagyon jó, kedves. Miket szoktatok együtt csinálni? Főzni, akkor festeni. Iskolába szeretsz járni? Igen, szerettek. És mit tanulsz ott? Ő kertész. És itthon is szoktál kertészkedni? Igen. Krisztinát speciális iskolába kellett hordani, és azért ő egyedül nem tudott. Tehát 5 évig állandóan hordtam busszal, mentünk, és akkor vinni kellett mindig. Most már hál' Istennek, most már azért el tud egyedül is, de hát még pici volt. Hát igaz, hogy 6 éves volt, nem volt annyira pici, de az értelmi szintje az nagyon, hát egy másfél-két éves gyerek szintjén volt akkor. Móron jár, egy speciális iskola van Móron, és most ilyen, tehát ott úgy van, hogy óvodáskortól
középiskolás korig tanulnak a gyerekek, tehát ilyen olyan speciális intézet, nem bentlakásos, hanem bejárós, és most már a felsőfokú, úgy értem, hogy felső-középfokba jár, kertészetet tanul, tehát ilyen kertészeti, hát nem hiszem, hogy szakmunkás, ilyen kisegítő szakmunkás, inkább úgy mondanám, hogy az lesz, de egyébként ügyes, mert az ilyesminket megcsinálgatja, csak hát mindig kell neki, aki irányítja, tehát ő neki, ha megmondják, hogy mit csináljon, akkor meg tudja csinálni, ha nem mondják, akkor magától, hát valamit megcsinál, valamit nem, tehát úgy, tehát ebbe tér el a, tehát ezt nem tudtuk behozni. A tegyes farsangra készült jelmezünk, mondjuk nincs is rajta, mindegyik Attila pont nincs rajta, de hárman voltunk rajta. A honfoglaló magyaroknak öltöztettem be a gyerekeket. A Maja fél éves volt, és a Krisztina, mint ugye egy ősanya, és akkor benne a küzébe be volt. Büszke anya arca. Igen, azért mondom, hogy Krisztófer meg énekelte, akkor a honfoglalást énekelte el hozzá, hogy szuper volt. Hát ez volt. Tényleg nyerő lehetett. Hát. A Balogh testvérekről hamar kiderült, hogy nagyon muzikálisak. Végül Krisztófer döntött úgy, hogy énekes színészi pályára készül. Őt egyébként a Székesfehérvári Rotary Klub támogatja ebben. És minden, ami tiéd, enyém lesz már. A lényeg az, hogy bárhogy is fáj, én vagyok a király. Én sem tudom egyébként, hogy ez miért van, de én is úgy látom, hogy ugye a színházban, a próbákon ott annyira nem figyelek oda, annyira nem az, hogy nem érdekel a dolog, mert persze érdekel, csak így... Csak így annyira nem figyelek oda, mint a színpadon, mert azért a színpadon ott van 250-300 ember, és ott azért oda kell figyelni. És ez az jó érzés, hogy mindenki rád figyel? Igen, igen. Nagyon, nagyon rossz körülmények közül jöttek. Tehát igen, amit hogy mit hoz magával. Igen, ők nagyon rossz körülmények közül jöttek, és tulajdonképpen mai napig megvan ez benne, hogy az élelem, tehát a kaja, az tehát olyan körülmények közül, hogy hát éheztek szabályosan, éheztek a gyerekek, és sose felejtem, amikor először az asztalhoz ültek, és akkor így hozták magukhoz az ennivalót, mindegyik. Ez olyan, a mai napig annyira bennem van, hogy lehet egy gyereknek ilyen körülmények között élni, hogy a mindennapi betevő nincs meg, tehát szabályosan nem volt meg. És azért mondom, most a Krisztófer főleg a legkisebbik, ő első, neki most is az első helyen nála azért az ennivaló, hogy azóta is megvan, hogy ő neki az a legfontosabb dolog még, az ennivaló, hogy nagyon szeretik a hasukat, mert szóval biztos, hogy ez benne van, hogy kicsinek nem ehettek annyit meg azt, amit ők szerettek volna, és utána szabályozni kellett, hogy ne egyék túl magukat, mert egyszerűen habzsoltak volna, annyira ették volna. Hátrányból törnek az érre. Ez mindkét Balogh fiúra igaz, hiszen míg Krisztófer művészeti pályára készül, Attila egy lábtörés után lett sikeres futó. A nyolcadikos fiú legutóbb a Diák Olimpián lett első 600 méteren, ugyanígy első helyen végzett a 2019-es országos magyar bajnokságon 1000 méter akadályon. Mit jelent neked a futás? Hát most jelenleg életemben úgy minden, tehát így minden ez körül forog, mindent erre építünk, az időmet is ez szerint osszuk be, tehát most nagyon fontos. Gondolkodsz akár sportolói pályafutásban is? Sportoló lehet? Esetleg lehet, igen. De hát az majd kiderül, hogy hozza a dolog. Min múlik? Hát nem tudom, tehát végül is olyan suliba megyek tovább, ami sportsuli, majd eldől, ahogy lesz. A kis Maja egyenesen az újszülött osztályról került a nevelőszülőkhöz. Az öt gyermek közül ő az egyetlen, akit születése óta Angéláik nevelnek. Ő úgy nőtt bele a családba, hogy meg kellett tanulnia. Van egy édesanyja, és van egy nevelőanyja. Anyuci és anya. Anyuka, amikor megszült, rögtön, mintha én hoztam ki rögtön, tehát a 9. napon engedték haza. Hát azért nem előbb, mert hát mire a papírmunkákat elvégezték, és akkor
Aztán ide született hozzánk, igaz, kicsikém? De ide születtél hozzánk. És akkor ilyenkor az édesanyja, ő... Ő az anyuci. Ő az anyuci. Őt látogatják rendszeresen. Tehát apuci is jön, meg anyuci is. Tehát ők az apuci, anyuci, én meg az anya vagyok. Anyám, hagyjak a titinek is. A nyáron augusztus 13-án lesz 5 éves, hogy azóta itt van. Kis tündérke, igaz? És egy ilyen kis gyermek, nek most nyilván ő bele született ebbe a helyzetbe, de hogy ő sosem érezte azt, hogy mondjuk neki, azt nem szabad, hogy két anyukája van, és hogy választania kell, vagy érzelmileg a gyerekek ezt hogyan érik meg? Én nem tudom, olyan érdekes, mert picinek volt először szerintem őnek a legfurább, mert először, hál' Istennek azért a szülők nem, amit már mondtam a másik gyermeknél, és hogy nem vették zokon, mert mondtuk neki, hogy ne haragudjanak meg, hogyha rögtön egy kisbaba, tehát nem fog oda menni hozzájuk, mert hát egy hónapban egyszer látják, tehát önnek a kapcsolattartása, és azért az hogy olyan sok idő egy pici gyereknek, hogy tehát nem érzékeli ezt, hogy most ők kicsodák. Tehát először még nem tudta. Most már tudja, mert azért szoktak telefonálni is. Nem mondtuk nekik sose, hogy anyának meg apának hívjanak bennünket. Ez természetes volt. A Lala úgy hívott bennünket, és őnek is természetes volt, hogy akkor anya-apa. Meg nekünk is az volt, hogy anya-apa lesz. Tehát, hogy nem volt ebből sose probléma. Sőt, tehát az ő szüleitől, hát anyukájuktól, mert az édesapjuk az nem szokja látogatni őket. Anyukájuktól kaptam az életemben a legszebb bókját, mikor azt mondta, hogy sokkal jobb helyen van nálam a gyerekek, mint ha önála lennének. Baszal ügyesen. Kabátot vigyek amúgy? Szerintem. Szerintem vigyél, mert hátra esni fog. Lepsenybe egy olyan családhoz látogattunk el, ahol 31 éve élnek olyan gyerekek, akiknek szüksége volt szeretetre és egy összetartó közösségre. Siket Sándorné nem nevelőszülő, hanem édesanyja szeretett volna lenni. Vér szerinti gyermeke ugyan nincsen, mégis 12 gyermek gondol rá édesanyaként. Anikó, Roland, Sanyi, ők hárman testvérek. Én meg nem vagyok a testvérük. Igen, te nem vagy a testvérük. Van egy negyedik testvérük is, Balázs, ő most érettségizett, most más elfoglaltság miatt nincs itthon. Sanyi most végez, kövimesnek tanul, 21 éves lesz most majd januárban. A Roland 5. osztályos, Anikó 8. osztályos, Imike óvodás, kicsit beszélt hibás, és ő még egy évet ráhúz az óvodába, majd egy év múlva talán megtanul helyesen beszélni, és akkor lesz iskolás, és akkor van még egy nagyobb lány, aki 21 éves, most jelenleg gyakorlaton van, cukrásznak tanul. Én nem nevelőszülő szerettem volna lenni, hanem adjuk a sajnos szabadába kell. Sajnos nem úgy sikerült, én mindig azt mondtam, hogy nekem sok gyerekem lesz. És hát meg úgy alakult az élet, és akkor 31 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy hát, szeretnék gyereket. És akkor egy nevelő otthonba elmentünk, és akkor ott kiválasztott bennünket egy tüneményes kislány, és akkor a testvére is ott volt, a két évvel idősebb bátyja, és akkor őket egy évbe került, mivel sikerült, hogy a családunkban, a házunkba elhozzuk őket.
a mai napig ők, nekik itt az otthonuk. Ha éves a lány, 37 a fiú, de ide jönnek haza. Unokám is van már, nem is egy. Akinek 18 éves koráig nincs hova mennie, annak annak utána sem lesz, ugye, otthon, ahova menjen, kihez menjen. Csak oda tud menni, aki neveltett. És ez itt van, nem engedem el a többieknek sem a kezét. Tehát ők eldöntik, hogy mit szeretnének, és rájuk bizony. Nekem volt egy fiam, 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 én anyázom. Mit jelent neked ő, hogy van? Nekem nagyon sokat jelent. Mert befogadott minket, tesóinkat, meg engem. És ezért nagyon hálás vagyok neki, meg hálásak lehetünk szerintem. Mert nem hagyott, hogy utcára kerüljünk. Vagy otthonba. És így nagyon hálásak vagyunk nekünk, és megbecsüljük. Szép ez a szósz, ha még egy a csókom hajad, de kusztom, kézulatú, keverem, leszószod, már a tiki, mert tekerem, meg kellett úgy felkezdem, meg felekem. Én is anyának. Vajon miért? Hát, mert nekem is tetszik, meg neki is. Hóna, hóna! Martinének szólítom, de nagyon jó anyuka. Ezerszer jobb, mint a rendes. Mindig mellettünk áll mindenbe. Meg szeret minket jobban, mint a rendes. Ismered egyébként, vagy ismeritek a szülőanyátokat? Szoktátok a kapcsolatot tartani? Nem tartjuk már vele lassan. 5 éve. Miért? Meg gondolt egyet, azt nem mondott rólunk. Ugye 31 éve ezelőtt volt, mikor a tekérpárt a családomat kaptuk, és nem gondolkodtunk mi több gyerekről abban az időben, mert őket neveltük, megadtunk, segítettük a tanulásba, a fiú szakás lett, a lány kozmetikus, és nem gondolkodtunk abban, hogy több gyereket nevelünk. És mikor ők felnőttek, kirepültek már felnőtt korba, pár találtak maguknak, akkor a nagyanyámat gondoztam, mert engem a nagyszüleim neveltek fel, és a 96 éves koráig élt itt a házamban, és miután ő meghalt, akkor olyan üres lett a ház. Tehát, és akkor gondolkodtam, hogy hát jó lenne egy kislány, akit még nevelünk, és ebből úgy is lett, akkor jött a Alexandra, aki most 21 éves lesz, és utána már nem én kértem, hanem engem kértek fel a gyermekvédelmi, és ez, hogy van 3 testvér, hogy vállalom-e, és akkor és egy kislány, aki annyi idős volt, mint a Alexandra, a Dominika, akkor őt is vállaltam. És akkor így munka mellett dolgoztam, itt a helyi iskolában dolgoztam,
és együtt mentünk, együtt jöttünk gyerekkel, nagyon jól megvoltunk. És akkor, ahogy telt múlt az idő, így a hét testvér lett, Alexandra, Dominika és a két nagy fiú, és most a Inike. Tehát tulajdonképpen 11 gyerek a most a jelenlegivel együtt. A szüleim elváltak annak idején, és az édesanyám dolgozni járt, és engem a nagyszüleim neveltek kicsi koromtól kezdve. És miután már anyu újból férhez ment, elköltözött, nem jutott eszembe, hogy én velük megyek. Én imádtam a nagyszüleimet, nagyon rendes emberek voltak. Édes, a nagyapám az nagyon hívő ember volt, de nem csak templomba járó ember volt, hanem úgy is élt. Tehát én ebbe a közegben nőttem fel, és úgy érzem, hogy ami szeretetet én adtam annak idején a szüleimnek, én most tőlük mindent visszakapom. Papírgyűjtésem 6-ig. Már. Föntről a szintetizátort ide az előtérbe, és mindenkinek a kezében volt egy papír. Nem voltam itthon, és itt lesték, hogy az ajtónál, hogy mikor jövök haza. Ahogy benyitottam, abban a pillanatban elkezdtek zenélni, énekelni, és amit ők saját maguktól írtak nekem, verset, vagy köszöntőt, azt beolvasták. Meg is írt, ők is, én is. Ezek csodálatos dolgok. Hivatás, állás és egyben szociális szolgálat. Deresné Tanárki Máriával, a megye nevelőszülői hálózatának vezetőjével arról beszélgettünk, hogyan válhat valaki nevelőszülővé. Ez egy hivatás. És kell hozzá altruizmus, én azt gondolom. Mindenképpen kell egy olyan indítatás, hogy szeretnék tenni másokért, szeretnék segíteni. És hát alapvetően, harmad részben, ez amióta foglalkoztatási jogviszonnyá vált, ez egy megélhetési forrást is tud jelenteni. Amit én részemről teljes mértékben helyén valónak gondolok, hiszen amikor elhatározták, vagy elhatároztuk közösen azt, hogy ez egy professzionális hivatás, szakma legyen, akkor nem tettünk mást, mint az összes többi szakma esetében már megtettek, hiszen aki mondjuk akár a műszaki területen, akár egy kereskedő vagy egy szolgáltató területen szerzett egy szakképesítést, és azt gyakorolja, ő azért javadalmazást kap. Hosszú időt szolgáltam ezen a területen, és nagyon-nagyon fontosnak gondoltam a munkatársaimmal együtt a hálózat fejlesztését, bővítését. Tudja, a nevelőszülők felett is eljár az idő, előfordul, hogy olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy nem tudnak már vállalni ilyen feladatot,
Tehát, hogy van egy természetes fogyás is a hálózaton belül. Ezeket a férőhelyeket, ezeket a távozó személyeket, ezeket a hivatásokat nagyon-nagyon szerető és művelő, jól művelő személyeket, családokat pótolni kell. Most évek óta mi vállalunk képzést arra, hogy akik jelentkeznek, azokat, ha az alkalmassági eljáráson túljutottak, akkor egy 60 órás képzéssel kiképezzük, aminek 30 óra az tréning, 30 óra pedig elméleti része van. Gyakorlatilag ez egy belépő erre a területre, így már lehet nevelőszülőként működni, ha más egyéb feltételeknek is megfelel. Azonban az első gyermek kihelyezésétől számított 2 éven belül neki el kell végeznie egy olyan képzést, amivel ő egy nevelőszülő szakképesítést fog kapni. Erre is vállalkoztunk korábban is, és a új intézményünk is vállalkozik. Éppen most nyújtottunk be pályázatot intézmény kijelölési pályázati felhívásra, hogy a nevelőszülők központi oktatási program szerinti képzését is vállalnánk, mert hogy nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy megismerjük egymást, hogy közvetítsük az elvárásokat a nevelőszülők felé, de ugyanakkor adjunk olyan praktikus megoldási módokat, olyan alternatívákat, olyan nevelési módszereket, eszközöket, amelyeket ők a gyakorlatban használni tudnak. Illetve magának a szakmának a kultúráját, egy kicsit a kitekintést meg tudjuk tanítani, meg tudjuk mutatni a számukra. Tehát, hogy igen, várjuk arra elhivatottsággal rendelkező és magukban elhivatottságot érző családokat, személyeket arra, hogy segítsenek be ebbe a feladatellátásba, hiszen vannak gyerekek, akiknek szükségük volna egy jó befogadó családra, egy családot pótló ellátás keretében, mindaddig az időtartamig, amíg a vérszerinti családjuk nem lesz képes arra, hogy visszafogadja és a családi funkciókat betöltse. Reméljük, hogy sikerült ezzel a műsorral közelebb hozni Önökhöz a nevelőszülői szolgálatot és azoknak a nevelt gyerekeknek a sorsát, életét, akik ebben a gondoskodásban részesülnek. 2 hét múlva találkozhatunk ismét, akkor új utakon folytatjuk. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!